Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy egy aranyat vegyenek. Az asszony elcsodálkozott. Hogyan kérhetsz te zsidó létedre tőlem, szamariai asszonyt fog inni? A zsidók ugyanis nem érintkeztek a szamaritánusokkal. Jézus így felelt. Ha ismernéd Isten ajándékát és tudnád, ki mondja neked adjunknom, inkább te kérnéd őt és ő élő vizet adna neked. Az asszony ezt felelt. Uram, hiszen a gödöröd sincs, a kút pedig mély. Honnan vettél az én vizet? Csak nem vagy nagyobb járó atyánkra, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyről ő maga is tudott, meg a fiaid és az áldozat. De Jézus megjegyezte, mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökkelő vízforrás lesz benne. Erre az asszony megkérte, Uram, add nekem azt a vizet, ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járni vizet. Látom, hogy konkrétan van. Atyáid ezen a hegyen imádták az Isten, pedig azt mondják, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádunk kell őt. Jézus így felelt. Hidd el nekem, ó asszony, hogy eljön az Úr, amikor az atyát nem hitt, és nem is Jeruzsálemben járnak imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól lehet. De eljön az Úrra, és már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat vár. Isten ugyanis lélek, ezért akik ők imádják lélekben és igazságban kell imádni. Az asszony így szól. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek. Ha majd eljön ő, tudtunk adni. Erre Jézus kijelentette, én vagyok az, aki veled beszélek. Abból a városból, szamaritánusok közül sokan tudtak őben. Mikor jöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték őt, hogy maradjon már. Ott is maradt két nap. Azután így szóltak az asszonyhoz, most már nem a te szavadra hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ezekhez a kérdés. Úgy Petrika Sándor mondta, hogy egy gondolat vár engemet, tehát most egy gondolatot fog megosztani mindenkivel, csak azért, hogy a kis pindult bandónak se legyen túl hosszú a szem.
mindenki mellé odaállok, bátran. Az én férfiasságomban megtámogatom őket, védelmet nyújtok nekik, biztonságot és igazi törődést. Bízhatnak-e így bennem a családot? Férfi ember is bízik a családjába. A Jóisten számára az egyik legnagyobb nehézség, ha lehet így fogalmazni, kicsit eredetlen gondolatként, az az, hogy így nem bízunk őben. Az első bűnnek is a forrása a bizalmatlanság. Az Isten azt mondta, hogy a kert összes fájáról lehettek, csak a jó tudásának a fájáról nem jelentek. Csak ennyit mondott, persze nem magyarázni nekik azt, hogy miért lesz az, hogy rossz. Miért okoz az majd rosszaságot az életüket, csak ilyen valami. És előtt ott van az, hogy bíztok-e bennem, és elhiszitek azt, hogy én nektek a legjobb adatok. De ugyanez érvényes, mondjuk a 10 parancsolatra és az 105 parancsolatára, amelyek Jézus elmondott a hegyi beszédben. Azokra az igazságot. Elhiszitek azt, hogy a Isten az nem valamiféle korlátokat akar nekünk állítani az életben, hogy minket szabályozom, és közben jókat megjön rajtunk, hogyha azokat megszegjük, vagy nem tudjuk betartani. Hanem ő a javunkat akarja. Igazán a javunkat akarja. És bizony, mint jó magukkal, próbálunk-e terelni a boldogságot. Tehát tudunk-e bízni, és el tudjuk-e fogadni. Azt kérdezik, hogy Isten, hogy bízzunk benne. Azt kérjük tőlünk, hogy menjünk rá hagyatkozni, menjünk az életünket átengedni neki, hogy ő vezessen. Mint ahogy a választott népnek, és ezt meg kellett tapasztalnia, hogyha el akartak jutni a rabszolgaságra, a szabadságra, hogy valaki vezeti őket. Látványosan ott volt ez a Mózes és Áron, de valahol a szívük végén tudták, hogy valami sokkal nagyobb bűnság vezeti. Ott volt ez a szamariai asszony. Először csak idegenkedett, majd szóba elegyedett, és végül szívét fölött át befogadta Jézust, sőt az embereket, és kihívta ő hozzá. Mert megérezte azt, hogy ezen az emberek keresztül számunkra valami jóság csillant föl. Ne felejtsük el, hogy a szamaritánus, aki megvetett nép volt az Izrael földjén. Beékelődtek az északi ország része Galilea és a déli ország része Judea közé. Egy kis vékony kassába. Félig meddig hegyvidék, félig meddig síkság. És ott jártak ezek a jó népek, akik a babiloni fogság idején otthon maradtak, és mindenféle népekkel összeálltak, vegyes házasságokat kötöttek, és más kultúráknak a vallási dolgait is átvették. Mondhatnánk így is, hogy kevert vallású emberek. De igazából semmire nem tartoznak sehol. És Jézusban ez a hölgy is fölfedezte azt, hogy van végre valaki, akiben bízhatunk, aki elfogad bennünket, és aki bennünket is valami jóság felé vezet. És nem csak megtűrt nélkül vagyunk. Nem csak valami véleképpen megtűrt, kiszenvedett, elszenvedett nemzetség, hanem igazi gyermekek. Nagyon helytelen számunkra sokszor az, amikor az egyháromnak a szentségeket kiszolgáltatja, akkor fogadott fiúságról beszél. Mi az Istennek nem fogadott gyermekei vagyunk, nem valami jogi, cselekvény végén fogunk ő hozzátartozni, hanem szeretett gyermekei vagyunk. Ő belőle vagyunk. Ő, ami természet szerint édesapánk, és édesanyánk is egyben, hiszen tudjuk jól, hogy ebben mindenképp nem. Nem van. Ő ránk úgy tekint, hogy igazi gyermekekre. És azt szeretném kérni tőlünk, hogy mi pedig tekintsünk rá, hogy ott az apánkra. Higgyük el azt, hogy ő tényleg nagyon szeret bennünket, és a legjobbat kívánja nekünk, és a legjobb apa. Mi is nyissuk meg a szívünket ő előtte, és bízunk benne. Mint ahogy most a szülőknek is bízni kell a Jóistenben, hiszen ezt a gyermeket a keresztelés szertartásában,
kell abban, hogy a Jóisten kezébe jó helyben teszik le. És bízniuk kell abban is, hogy önökben ott van a Jóisten, minden jóság, hogy ezt a gyermeket jól fogják fogadni. Bízzanak abban az adottságban, amit a Jóisten önöknek adott. Ugyanakkor megyünk, hogy kapcsolnak a megkérdő, hogy Uram, kérem, hogy jól tudjam tenni a dolgomat. Ezért lenne szükség arra, hogy a szülő is, meg a keresztülő is igazán elkötelezett Krisztus keresztül, hogy biztonságosan járják az életünket, és ezt a gyermeket biztonságosan tudják felhasználni. És a bizalomnak a jele az az, amikor felajánlja a gyermeket a Jóisten, és azt mondja, hogy menj el, hogy a valóban legyen a tiéd. Vigyázz rám, hogy rám is vigyázz rám, hogy élek. Most ezt a Jóisten fogjuk most kérni közösen felállva, áldja meg ezt a gyermeket, a szüleiket, keresztül és minden megkeresztelt ember, hogy ez egy gyermekeként tudjuk élni ezen a világban. Hallgatunk, hogy ez a gyermek is földi szentlélekből tud újjászülessék az örök életre. Reméljük, hogy hitbeli megnézéseket hozott ide benneteket, és így készségesen
családjának, a gyermek megkeresztelésében elfelelhességeket. Gondoljatok a döntésekor részesülhetek a Szent Keresztségben. Ezért most mondjatok tehát felelt a bűnnek, aztán pedig tegyetek tanúságot a tetektől Jézus Krisztusban. Ez az egyház hite és ebben a bűnnek keresztelni majd meg ezt a gyermeket. Kérdezzek benneteket, hogy ellenem mondok-e a sátánnak, és minden cselekedetének, és minden csábításának. Hiszek el az Istenben minden hatalom atyában, mennyek és földön teremtőjében. Hiszek-e Jézus Krisztusban is, melegszülött fiában, ami Urunkban. Hiszek-e a Szent Lélekben, a Katolikus Anyaszent Egyházban, a Szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test föltámadásában és az örök életben. Ha ebben a